Számos a turistákat is érdeklő látnivalóval rendelkezik Tolna. Elég csak a Dunapartra, a Habán kerámiára, a Kékfestőre vagy a tolnai halászlére gondolni. Ha túllépünk a városhatáron, a környék is tele van olyan látni és átélni valóval, mely vonzó lehet egy hónapok óta bezártságban élő család számára. Ezen gondolatok mentén indult el a szervezkedés egy Tolnát az idegenforgalom vérkeringésében jobban beemelő kezdeményezésre. Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak arról szólt, hogy nagyon sokan otthonukba kellett, hogy bezárkózzanak hetekre, hónapokra, és egyre többen vágynak a természetre, illetve a kimozdulásra. Itt gondolok legfőképpen a nagyvárosi emberekre, akik biztosan nagyon szeretnének már egy kicsit kimozdulni, és ezért szeretnénk most a Tolna városát is, aki eddig még nem tudott bekapcsolódni a turizmusban teljes egészébe, fellendítsük itt együtt az önkormányzattal a turizmust, az idegenforgalmat, elmeséltem a terveimet az önkormányzatnak, akik maximálisan támogatnak, és együtt bízunk abban, hogy fellendíthetjük egy kicsit a város turizmus a jövőben, hiszen mutassuk meg azt, amink van, és legyünk arra büszkék. Nagyon örülünk annak, hogy itt a tolnai holtágon elkészült a szabadidőpark, ez lenne a fő úti cél, de a természet mellett, a természeti adottságok mellett természetesen bemutatnánk Tolna város adottságait is, látnivalóit is, és szeretnénk elmondani, hogy Tolna város történelme régmúlt időkre tekint vissza, és olyan kincsekkel rendelkezik, mint ez a holtág is, ahol ugye elkészült a szabadidőpark, és itt lehet sárkányhajózni. Egy tolnai sétát is tervezünk, megmutatnánk a magházat, a főteret, a Szent Háromság szobrot, illetve a római katolikus templomot, beszélnénk a bárkáról, elmesélnénk azt, hogy a tolnaiaknak milyen kapcsolata fűződik a Dunához. Ez egy nagyon szoros kapcsolat, és rengeteg történet fűződik ehhez. Gondolok itt például a sárgalábúak történetére, de nevezhetjük a várost akár a horgászok paradicsomának is. Persze egy ilyen a tervek szerint egynaposra tervezett programsorozatból nem maradhat ki a gasztronómia, és benne a borvidék borainak bemutatása sem. A programban helyet kapna Dombori, a Sárköz és Bogyiszló is. Természetesen meginvitálnánk őket egy bográcsos ételre, ami ugye bearanyozná a napot, illetve a kíváncsiskodókat elvinnénk Versegi Feri bácsi Habán fazekas műhelyét is megtekinthetni, úgyhogy rengeteg a lehetőség, és még nagyon sok mindent tudnánk itt megmutatni. A város idegenforgalmi koncepciójához szervesen kapcsolódik az elképzelés, ennek megfelelően a város vezetése minden segítséget megad majd annak érdekében, hogy minél többen látogathassanak Tolnára. Frankowskiné Komlós Rita az első lépéseket megtette a nagyvárosokban működő partnerek felé, akik pozitívan fogadták az ötletet. Az első csoportok július végén érkezhetnek Tolnára.